Hallottál már az iFootage-ról? Annyira különleges és jó minőségű termékeket készítenek, és pontosan erről szól ez a videó is. Az iFootage az egyik kedvenc márkám, amikor fotós, videós kiegészítőkről van szó. A leghíresebbek az állványokra és a Magic Armokra való termékeikre, megoldásai kapcsán, és a videó végén elmondom, hogy melyik az egyik kedvenc termékem tőlük, de ma egy nagyon aranyos kis eszköz szeretnék bemutatni, az Anglerfish HL1C4-et, ami egy aranyos ilyen kis kézi RGB-s fény, úgyhogy egy jó kis unboxinggal nézzük meg, hogy itt van a fény, kapsz rá egy diffúzort, hozzá tudod rakni bármilyen kamerához, és a kolcsó mounttal, és persze az áramforráshoz egy kábelt is kapsz, nagyjából ennyi is. Mindjárt elmondom, hogy miért tartom különlegesnek ezt az eszközt, de előtte intro. A HL1C4 nagyon sok király színben érhető el, és baromi strapabíró, sok felhasználása van ahhoz képest, hogy mekkora erős fényt ad, és van egy mágneses csatlakozó rajta, tehát bármilyen fémfelületre egyből rá tudjuk rakni, és ezért nagyon jó ilyen háttér design fényként tud funkcionálni. 2 óráig tud menni egy töltéssel, és tudod magán az eszközön is beállítani a dolgokat, de van hozzá egy app, amit Bluetooth-on keresztül irányíthatsz, és ha több fényed van, akkor egybe olyan egyszerűen be tudsz állítani egy jelenetet, amennyire csak lehet. A teljesítményében lehet bízni, a színhőmérséklete 2700-tól egészen, figyelj, 10.000-ig megy fel, a CRI pedig 95. Ha arról beszélünk, hogy mikre lehet használni, akár vlogoláshoz is, hiszen a kolcsómánton rá lehet rakni, és elég könnyű az, hogy ne zavarjon, de hogyha b-rollokról beszélünk, akkor szerintem a legnagyobb haszna akkor van, amikor valamilyen hangulatot szeretnék megteremteni, és a háttérbe használom, de akár kisebb termékek felvételéhez is, bizonyos szögből, ahova mondjuk más fényt nem tudok rakni, tök jó fényt tud adni. Persze vannak az iFootage-nál olcsóbb verziók is, amiket ugyanúgy lehet használni, és ha sokat szeretnél venni, akkor ugyanazon az áron többet meg tudsz venni. Ezt is linkelem a leírásba, de a nap végén rajtad múlik, hogy mi az a kényelem, mi az a hatékonyság, amit a kreatív alkotási folyamatodba belevennél. Úgyhogy a kérdés hozzád, hogy használnál ilyen eszközöket? Az iFootage prémiumját, vagy a másik egy belépőszintűbb kategóriát? Kérlek, kezdjünk el beszélgetni a komment szekcióba, és hát adunk egymásnak valami jó tippet. Peti a jövőből jelentkezik. Időközben az iFootage volt olyan kedves, és elküldte az erősebb LED panelüket. Ez is az Anglerfish vonalban van, PL1-nek hívják, és 2 verziója van. 80 wattos fények, 7200 lux outputtal, és ahogy mondtam, a 2 opció bicolor és RGB. Ha számít neked, hogy sokrétű felhasználásod legyen, akkor lehet, hogy pont egy ilyen LED panelt keresel. Szerintem teljesen jól használható háttérfényként, élfényként, ráadásul nagyon könnyű hordozni, és külső forgatásokon is simán fel tudod setupolni. A csomagban magában található ugye a fény, tápegység, amivel áramot kaphat, de amúgy USB-C-vel vagy V-mount akkumulátorokkal is lehet táplálni árammal. A panel hátulján lévő vezérlők könnyen kezelhetőek, de vezeték nélkül is irányíthatóak. És itt szeretnék egy durva dolgot elmesélni, amit nem is gondoltam volna, hogy ki fogok mondani. Az iFootage Lumin alkalmazásról van szó. Ha követsz egy idejet, akkor tudhatod, hogy mennyire szeretem az Aputure-nek a Sidus Link alkalmazását. Mindig azt mondom, hogy az a legjobb, és semmi nem érheti utol. Nos, nagyon izgalmas időket élünk, hiszen az iFootage Lumin alkalmazás az első, amit a Sidus Link-kel egy szinten merek említeni. És van egy brutál jó egyedi funkciója, amit Lighting Diagram-nek neveznek. Konkrétan lefotózhatod a szettet, amit forgatsz, ugye a fények is legyenek benne, és az abban a fotón magán összekötheted őket, így vizuálisan tudod őket beállítani. Elég király. Persze több fényt is kombinálhatsz, létrehozhatsz jeleneteket, és az RGB változatnál könnyen állíthatod be a hét módból
ugye a hagyományosok közül a CCT-t, HSI-t, RGB-t, zselét, effekteket, és amellett van amúgy egy zenei mód is, ami az ütemre változik, ugye. Az RGB verziónak amúgy nagyon kibővített színhőmérséklet skálája, tartománya van, 1400 Kelvintől indul, és 20 000-ig terjed. Mindez nagyon pontos színhelyességgel, TLC értéke 99, CRI 96. A csomagban találsz egy jó minőségű hortáskát, tápegységeket és kábelt, amit egyébként fel tudsz szerelni az állványra, van egy barn door is, és vehetsz hozzá külön diffúzorokat, rácsokat és Wiman akkumulátort is. Minden elismerésem az iFootage-nak. Már eddig is imádtam a termékeiket, és jó látni, hogy ilyen magas minőségben léptek be erre az új piaci szegmensre. A Bicolor panelnek az ára $300, míg az RGB-s változat 330. De árszempontjából szeretnék megosztani egy gondolatot, mert nem hiszem, hogy a drágább mindig jobb. Legalábbis nem feltétlenül mindig. Simán lehet, hogy nincs szükséged egy ilyen profi vagy drága fényre. Lehet, hogy csak olyan fényre van szükséged, ami azért erős, de nem kell, hogy pro funkciókkal rendelkezzen. Például beszerethetsz egy olyan LED panelt is, mint a Newell Ranga Max LED, ami konkrétan fele annyiba kerül, mint az iFootage, $150. Persze nem lesz olyan erős, konkrétan csak 1650 lumen fényereje van, de megint simán lehet, hogy neked ez is elég. A minősége ugyanúgy jó, a CRI értéke 96, állítható színhőmérséklet, és van RGB módja is, valamint belső akkumulátora van, de USB porttal is lehet ugye áramot adni neki. Van egy másik videóm, amiben részletesen bemutatom, a videó végén kiteszem, illetve a leírásba linkelem, tudod, a like-gomb alatt, amit benyomhatnál, hogyha tetszik ez a videó. Összefoglalva, nekem nagyon bejönnek ezek a termékek, de természetesen nem ez lesz a fő fényed, amire nagyon sok opciód van, hogy kiválasz. Lehet egy spotlight attachmented, vagy egy flexibilis rugalmas LED light fény. Ezekről mind csináltam amúgy külön-külön bemutatót, úgyhogy ha érdekel, hogy milyen egy spotlight attachment, vagy milyen egy ilyen hajtogatható LED fény, akkor nézd meg ezeket a videókat, de mielőtt rájuk klikkelsz, lájkolj, kommentelj, iratkozz fel a csengővel együtt, ha még nem tetted volna, mert tök sok tartalmam jön, nem csak ilyen reviews, hanem amúgy creamy b-rollokat is megmutatok, és hogy vettem, vágtam fel. Úgyhogy nagyon remélem, hogy találkozunk egy következő videóban, mondjuk ezekben, klikkelj, köszi, hogy itt voltál, szia! Sziasztok!